több száz paksi gyermek érezte már jól magát a különféle programokon, valamennyi lehetőséget a napközi Erzsébet táborokban próbálhattak ki a korábbi években. Idén ismét várja a gyerekeket a tábor, 296-an vehetnek részt például kincskeresésen, sárkányhajózáson vagy gyermekjógán. Idén is pályáztunk az Erzsébet, a Kárpát-medencei gyermekekért alapítványhoz, a pályázat kiírójához arra, hogy a nyári szünidő alatt tudjunk biztosítani gyermekfelügyeletet, hogy az adott korosztályok számára, tehát általános iskolai korosztály számára. Hát örömhír, hogy mind a 6 hétre nyertünk ezen a pályázaton. Július 4-től augusztus 12-ig várja idén a gyermekeket a napközi Erzsébet tábor Pakson, jelentette be sajtótájékoztatón Szabó Péter polgármester. A városvezető szerint nagy segítség a szülőknek a tábor, hiszen biztosított lesz a nyári gyermekfelügyelet. 6 héten keresztül 6 turnusban érkeznek majd a gyerekek a programra. A bázis a Csengei Dénes Kulturális Központ lesz. A programkínálat az annyira színes, hogy teljesen felér egy fizetős, egy drágább kaliberű tábor színvonalával. A pályázatnak egyébként ez feltétele is volt, 5 tematikának meg kell felelnünk. Benne kell lennie a sportnak, a környezettudatosságnak, a művészeti nevelésnek, a közösségépítésnek és a kirándulásnak is. Ha vannak kérdések a szülőknek, akkor keressenek bennünket bátran és bizalommal. A programban kirándulás, lovaskocsikázás, strandolás, múzeumlátogatás, íjászat, mozizás egyaránt szerepel. A szervezők külön kérése, hogyha bármi közben jön és a gyermek nem tud részt venni a táborban, akkor a szülő mi hamarabb jelezze. Nagyon fontos, hogy a szülők időben jelezzék, hogyha nem tudnak részt venni, mondjuk közben jön egy nyaralás, a betegséggel nyilván nem lehet gyakran előre számolni, de ugye elérnek bennünket, általában tudják is a telefonszámunkat, vagy a Csengei Dénes Kulturális Központban is elérnek bennünket. Ilyenkor mi gyermekcserjét szoktunk végrehajtani, ugye mindent az E-plusz felületen kell regisztrálni, hiszen a pályázati pénzt gyermekenként kapjuk, tehát főre kapjuk a megapénzt, és a 10% hiány van, akkor akár levonás is járhat ez miatt, és ezért kérem a szülőket, hogy mindenképpen jelezzék, ha közben jött valami. A gyermekek felügyeletét a Paks Kistérségi Szociális Központ és a Csengei Dénes Kulturális Központ munkatársai látják el. A gyerekek étkezését naponta 4 alkalommal biztosítják majd a szervezők.